Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk ma este is itt a fenntartó oldalon, alkossunk együtt, és folytassuk a piknik szettünk harmadik részét. Az első részben készítettünk már egy kosarat, aminél egy régi kosarat varázsoltunk újjá a dekorzománc festékekkel, és egy kis textil festékkel megbolondítottuk a belső zsák részét, aztán a múlt héten készítettünk egy mesés szalmakalapot, amit szintén ebbe a színvilágba készítettünk el, és a kívánságotokat teljesítem ma, bocsánat, ugyanis egy bortartót fogunk ma készíteni, úgyhogy szintén ezeket a színeket fogjuk felhasználni, remélem, hogy nagyon fog tetszeni, és sokan elkészítitek majd. Nonó várja a hozzászólásaitokat, én pedig várlak benneteket. Már egy picit előkészültem, és azzal kezdem, hogy képzeljétek el, hogy nem tudtam bortartó dobozt szerezni, viszont méreteiben nagyon hasonlít hozzá ez a doboz, úgyhogy ezzel fogunk ma dolgozni. Képzeljétek úgy, hogy egy kicsit vastagabb, és belefér egy boros üveg. Természetesen kipróbáljuk a Pántar csodálatos nyári újdonságait, a transfertollat és az öntapadó ragasztótollat. Remélem, hogy sokan vagytok rájuk kíváncsiak a sok-sok ismertető videó után, és a bortartó dobozhoz készítünk még cuki boros poharakat, amikhez majd kaméleon üvegfestékeket fogunk használni. Remélem, hogy mindenki megérkezett, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ma este is lesz Pántart ajándékcsomag játék, úgyhogy mindenki készüljön, és izzítsa az ujjait, ugyanis ma is fogunk játszani. Nonó, gyülekeznek a Pántart alkotók? Igen, 62-en vagyunk. Nagyon örülök, várjuk a többieket is nagy-nagy szeretettel. És én már egy picit előkészültem a bortartó dobozunkkal, de majd ezen a falapon megmutatom nektek, hogy eddig hogy is haladtunk, és hogy miért is vannak rajta ezek a festékpacák a dobozunkon. Egy kicsit arrébb tolom itt az alapanyagokat, amik itt egyre-egyre bővülnek. Ide teszem az újdonságokat is, hogy lássátok őket. Jó, így jól látni mindent? Egy natur bortartó dobozból készítjük a mai dobozunkat, és első lépésként a dobozt alapozó festékkel kentem le. Kik vannak itt velünk, Nonó? Itt van Erdei Enikő, Fogadasi Tünde, Szabó Csabáné Kati, Leckó Bianka, Lázár Margit, Ádám Betti, Hegedűs Évi. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok. A mai bortartunk szintén ebbe a habcsókos színvilágba készül. Azon gondolkoztam, hogy azért nyáron most már szerencsére egyre többen tarthatnak kerti partikat, és barátnős összejöveteleknél is szerintem nagyon klassz ajándék lehet egy ilyen csajos bortartó doboz. Úgyhogy maradunk ezeknél a habcsókos színeknél. Tudom, hogy ti is nagyon szeretitek őket. Egy vékony rétegbe lealapoztam a dobozt, betukom a hajszárítót. Egy kicsit megszárítom.
Az alapozó festék tapintás száraz. Ti mindenféleképpen várjátok ki a természetes száradás idejét, és most fog következni a színezés. Azonnal kialakítjuk ezeket a festékpacákat a falakunkon. A festékpacák az nem csak így találomra vannak festve, hanem a bortartó dobozt hasonlóan szeretném majd díszíteni nektek, és természetesen az új transfertollat is fogjuk ehhez használni, illetve a öntapadó ragasztótollat. Ezt a mintát gondoltam a dobozunkra rátenni, és a festék pacákat eszerint a minta szerint alakítottam ki, legyen két nagyobb festékfolt a rózsának, kisebbek a közepes méretű virágoknak, kisebbek az apró virágoknak, és egy kis zöld a zöld levelekhez köré. Úgyhogy most ezt fogjuk kialakítani. Ugye arra gondolnunk kell, hogy a minta az fordítva fog elhelyezkedni, úgyhogy nekem ebbe az ívbe kell majd dolgoznom. Használjunk rózsaszínt, pasztelibolyát, jégkéket, vaníliát, majd keverünk egy kis zöldet is, jégkék. Köszönöm. Először ebből a gyönyörű pasztelibolya színből viszek fel kettő foltot. Közben ide teszem a papírt, hogy lássam, hogy hogy fognak elhelyezkedni a minták. Mondjuk az egyik rózsa az itt van, közte van egy pici szünet, a másik rózsa az nagyjából itt van. Ennyi volt a lila festék. Egy kicsit megtörlöm a szivacsecsetet, és már is jöhet a rózsaszín. A rózsaszín virágból van egy a kettő rózsa között, egy kicsit itt fölötte. Kicsit összedolgozom őket. És az apró sárga virágok pedig az alján vannak egy ilyen V alakba. Most pedig keverjünk egy kevéske pasztell zöldet. Egy nagyon kevés fehéret teszek ki a
festékes tálkára, és ehhez teszek egy icipici zöldet. Sima falapra dolgozunk? Sima falapra, igen. Igen, ez egy teljesen sima rétegelt falap. Egy induri-pinduri zöldet teszek hozzá. Egy kicsit összekeverem, és így egy nagyon szép zöld árnyalatot kapok. És ezzel keretezem ezeket a festékfoltokat. Egy kicsit ide a festékfoltok közé is teszek a zöld színből. Nagyjából körbe határolják a virágokat, és ez ennyi. Most pedig jön a világos kék, vagyis a jégkék. Lázár Margit azt írja, hogy de szuper lesz, ötletes, az alapszín bármilyen pasztel szín lehet, ugye? Hát hogyne, persze. Én csak azért választottam ezt a jégkéket, mert ugye a kalapnál is ezt a színt használtuk, és mindenféleképpen az eddigi piknik szettünknek a színeit szerettem volna felhasználni. Jégkék, és az üres részekre pedig mehet a jégkék, természetesen itt a zöldekkel egy picit összedolgozom. Még mindig sokan érkeznek. De jó, nagyon örülök. Egy popsi törlővel itt a széleket. Egy picit elhalványítom. És kész. Szárítom. Hogyha megszáradta az akrilfestékünk, akkor pedig egy vékony réteg
dekupázs ragasztót kentem rá, hogy szép egységes legyen a felület, és mivel tudom, hogy ezután a transfer mintát szeretném rátenni, ezzel végül is egy védő réteget adok a festésnek. Abraham Dávid nyomad, és ezt kérdezi, hogy ez csempe? Dehogy, ez egy sima falap. Ez egy sima falap, csak ezzel mutattam meg, hogy hogyan készült a boros dobozunknak a teteje. Egy nagyon vékony dekopázs ragasztó lakréteg van rajta. Ezt megvárjuk, míg teljesen megszárad. Én most teszteltem őket, és szerintem egy olyan, lehet, hogy párás az idő, de egy fél nap kellett neki, amíg annyira száraz lett, hogy nem tapadt. Ahhoz, hogy transzferezni tudjunk rá, vagy a öntapadó ragasztótollat tudjuk használni. És itt tartunk. Jöjjön a transfer mintánk. Nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a vonal rajzok, amik ilyen virágokat és leveleket ábrázolnak. Szerintem nyári otthon dekorációknak is nagyon-nagyon jól mutatnak. Úgyhogy egy ilyen mintát választottam nektek mára. És akkor most figyeljen mindenki nagyon. A nyári újdonság a Pentartnak ez a transfertól. Ugye eddig a transfer oldatot ilyen kis üvegcsében találhattátok a boltok polcain, és ezt javarészt mindenki fültisztító pálcával használta. Viszont ez a transfertól, ez rendkívül megkönnyíti a munkát a transferezésnél, főleg akkor, hogyha apró pici motívumokat szeretnétek transferezni egy-egy felületre, és ugyanúgy működik, mint a transfer oldat, leválasztja a festéket a papírról, és ezáltal a díszítendő felületre kerül át egy kis dörzsölés hatására, úgyhogy minden maradt a régiben, viszont ez az új filctollas kiszerelés, ez nagyon-nagyon megkönnyíti a munkánkat, ugyanis ez a tollbetét kizárólag annyi oldatot adagol nekünk, amennyire szükségünk van. Nem többet, nem kevesebbet. Ugyanaz az isteni jó narancsolajos illata van. Mindenben ugyanúgy működik, átrajzoljuk vele ugye a nyomat hátuljáról a mintát, és utána pedig dörzsöljük a papírnak a hátoldalát, így a díszítendő felületre kerül a minta. Hogyha szövegeket szeretnénk transferálni, akkor mindenképpen ezeket a szövegeket tükrözzétek. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is ugyanúgy használhatjátok textilfelületeken. A transferálás után érdemes átkenni a textileket textil médiummal, ezt pedig fixálni kell méghozzá vasalással, és utána tökéletes lesz a transferezés textilen is. Nagyon-nagyon jól mutat így nyáron pólókon, akár ugyanígy egy ilyen festő sablonnak is használhatjátok, hogy csak fekete-fehér képeket transfereztek is, akkor azokat színezitek ki a csodaszép színű textil és bőrfestékekkel, hogy természetesen textilre is lehet használni. A transfer oldat és a transfer toll is lézer nyomatokhoz van kitalálva. A lézer nyomatok azok tökéletesen működnek vele. És akkor most elmondom mindenkinek, hogy én tegnap hogy jártam. Van egy szuper jó nyomtatunk, egy Samsung típusú, nem olyan régi lézer nyomtató, nagyon szeretjük, gyönyörű, szép képeket nyomtat, akár papírra, rizspapírra, szalvétára, és
Csak jókat tudunk róla mondani. Tegnap szerettem volna kipróbálni a transfer tollat, és nagyon-nagyon magabiztosan kinyomtattuk a szöveget, természetesen fekete-fehérbe, egy sima, egyszerű szövegről van szó, kinyomtattuk fekete-fehér nyomtatási beállításokkal, és bizony a nyomat nem jött le a papírról. Akárhogy dörzsöltem, már a végén azon pumpáltam a tollat, annyira bosszantott, hogy nem tudom levarázsolni kellőképpen a mintát a papírról. Se az oldattal nem tudtuk leszedni a mintát, se a transfer tollal nem tudtuk leszedni, pedig jó a papír, amit használunk, jó a nyomtató, amit használunk, kimondottan az előírás szerinti lézernyomtató, mindennek tökéletesen kellett volna működni. Nem sikerült a transfer tollal levarázsolni a szöveget a papírról, és nagyon-nagyon bosszantott a dolog. Addig gondolkoztam rajta, hogy mi lehet a probléma, hogy megpróbáltuk úgy kinyomtatni a nyomatot, hogy nem a szürke árnyalatos vagy fekete-fehér nyomtatási beállításra volt beállítva a nyomtató, hanem a színesre. Azt is elmondom, hogy a szürke árnyalatos beállításnál, vagy a fekete-fehér nyomtatási beállításnál a nyomtató ugye csak a fekete festékport használja föl, míg a színes beállításoknál a kékből, a sárgából, a magentából keveri ki a fekete színt. Színes beállításoknál a nyomtatás tökéletes volt, és nemhogy a nyomtatás volt tökéletes, hanem a transfertól gyönyörűen működött. Ha esetleg bárkinek ilyen problémája lenne, hogy kinyomtat egy nyomatot, és elsőre nem sikerül neki, mindenféleképpen én javaslom, hogy nézze meg a nyomtatónak a beállításait, hogy mit tud rajta máshogyan alkalmazni, mert lehet, hogy csak ezzel az egyszerű kattintással lesz a probléma, mert onnantól tökéletesen tudtunk vele transferezni, akár az oldattal, akár a transfertollal. Én azt javaslom, hogy mielőtt transfereznétek, és előtte esetleg nem csináltatok ilyet azzal a nyomtatóval, akkor mindenféleképpen egy kicsi próbát csináljatok, hogy rendesen leválik-e a festékről a papír. A miénknél, a fekete-fehér beállításnál annyira festéktakarékosan nyomtat a nyomtató, hogy nincsen rajta megfelelő festékréteg, ami le tudna válni. A színes nyomtatásnál ott már gazdagon rányomja a festéket, és így a transfer toll és a transfer oldat is tökéletesen tud működni. Én így jártam tegnap este, úgyhogy mindenkinek legyek egy intő példa, hogy ilyen is előfordulhat, hogy tökéletes a nyomtatónk, tökéletes a papírunk, tökéletes az alapanyagunk, és mégsem sikerül, akkor valószínű, hogy a nyomtatási beállításokon kell változtatnotok. Utána gyönyörűen tudtunk vele transferezni, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy gyönyörűen fog sikerülni most is. Szóval ez, amit itt látok, ez egy lézernyomat színes beállításokkal kinyomtatva. És ezt most ráfordítom erre a részre, ahol nekünk a festék, pacák vannak. Egy maszkoló szallaggal rögzítem a papírt. Egy kicsit itt feljebb ragasztom. Először a transfer tollat, amikor kibontjátok a csomagolásból, fel kell pumpálni az oldatot. Amikor már látjátok, hogy nagyon szépen átitatódott a hegye, szagolgassátok közben, nagyon-nagyon jó illata van. Amikor már felszívta a transfer oldatot, onnantól elkezdhetjük áthúzni a mintánkat. Így lehet, hogy majd innen fogok haladni. És
lehet, hogy fölállok, mert nem látom a mintát, pont rásüt a fény. Mondjuk egy ennyi részt átítattunk vele, a kupakot visszazárom, spatula vagy fém kiskanál, amit használjatok. Átdörzsölöm a mintát. És ott van. Haladunk tovább, visszaragasztom. Egy kicsit pumpálok. Nincs rá illik, úgyhogy szuper ez a toll. Nagyon-nagyon jó, nagyon könnyen lehet használni. Ó, egy kicsit a szélére ragasztottam. Pont annyi oldatot adagol nekünk, amennyire szükségünk van. Isteni jó illata van. Megint alá kukucskálunk, és gyönyörűen folytatódik a minta. Megnézem, hogy mennyi. Még van a hegyében mindig oldat, úgyhogy még nem kell pumpálnunk. Még van minta, majd azt mindjárt pótolom. Azt írják, hogy csodás. Mennyi mintára elég egy toll? Szerintem rengetegre. Csak néha úgy bezárom a kupakját, hogy alig bírom. Majd de jó illata van. Még itt ezt a rózsát egy kicsit megtörzsülöm. Ez egy kicsit kisebb minta, ezen egy kicsit nagyobb a minta. Ugye milyen egyszerű a használata? Szerintem mindenki nagyon-nagyon fogja szeretni. Nagyon egyszerű, nagyon keveset használtok belőle, szerintem nagyon sokáig elég lesz ez a transfertól. Természetesen minta függő, és nagyon-nagyon szép kis finom mintákat tudtok vele készíteni. Ami a legjobb, hogy a kellő mennyiségű oldatot adagolja nekünk ez a
filc tollas fejecske. Utántölthető-e? Hát, szerintem nem. Nem tudom, hogy ezt innen le lehet-e pattintani, én ezen nem gondolkoztam, de szerintem nem, mert mivel ilyen pumpás a feje, biztos valami védőszerkezet van ott, hogy ne ömöljön ebből a filctól fejből az oldat, úgyhogy én nem javaslom az utántöltését, de erről nincsen információm, hogy utántölthető-e. Veresné Judit azt kérdezi, hogy a színes nyomtatás textilre is működik-e? Működik a színes nyomtatás textilen is, viszont nekem az a tapasztalatom, hogy textilnél a képtranszfer oldat, színes, az sokkal szebbet mutat, mint például a transfer oldatnál. Sokkal élesebbek a színek, a képek. Úgyhogy szerintem a színes nyomatokhoz még mindig a legszerencsésebb a képtranszfer gélt választani. A kaméleon festékekkel azért egy induri-pindurit bolondítsuk meg a dobozunkat, méghozzá ezzel a csodaszép kék aranyszínnel, mivel ugye ezt használtuk a virágoknál is, most is használjuk. És ezt a csodás jégkék részt finoman áthúzom ezzel a gyönyörű szép kaméleon kék arany színnel. Látszik, hogy milyen gyönyörűen törik meg rajta a fény? Uh-huh. Egy kicsit billegtetem, meg forgatom, de majd, hogyha megszárad teljesen, akkor lesz a legszebb. Akár az alját megbolondíthatjátok egy kis pöttyözéssel. Szerintem nagyon szép
színei vannak. A doboz díszítése még itt nem ért véget. Amikor megszáradt a transfer oldatunk, akkor természetesen egy lak réteggel le lehet zárni. Én ehhez egy vizes bázisú lakot használtam a kép esetében. Egy sima dekopázs ragasztó lakkal kentem át az egész felületet, és utána gondoltam, hogy majd ezekkel a kis finom levél szegély aranyozással fogjuk őket díszíteni, de ezt most ezen a dobozon nem fogom tudni megmutatni, viszont ezen a falapon megmutatom majd nektek, hogy hogyan működik. Az új öntapadó ragasztótól, az pedig szinte ugyanaz, mint az öntapadóra száradó hobbi ragasztó, amit eddig ebben a tégelyes kiszerelésben ismertetek. Ez a tégelyes kiszerelés, ez nagyobb összefüggő felületekhez fantasztikusan jó. Használhatjátok bársonyporral, füstfóliapehellyel, dekorfóliával, pigmentporokkal. Nagyon-nagyon jó a tapadása, viszont nagyon-nagyon finom díszítést készíthetünk ezzel az új öntapadó ragasztótollal, aminek egy nagyon-nagyon szép világos kék színe van. Ezen megpróbálom nektek megmutatni. Szintén ilyen pumpás, kiszerelésű. És az első használat előtt érdemes felpumpálni, addig, amíg ez a világos kék ragasztó látványossá nem válik. A ragasztótolnak a hegyét meg is lehet fordítani, így nagyon-nagyon vékony vonalakat tudtok vele készíteni. És amikor felpumpáltuk, látjátok ezt a világos kék folyadékot, akkor felrajzolom vele újra ezeket az apró mintákat, leveleket. Azt mondta Faragó Kriszti, hogy arra figyeljünk, hogy világos kék legyen a ragasztó, hogy lássuk, hogy rajta van a felületen. Én csak a leveleket gondoltam átrajzolni vele, azt se mindet. Azt így mondjuk, hogy nagyon jó, nagyon klassz lett. Szerintem nagyon-nagyon fogjátok szeretni ezt az öntapadó ragasztó tollat is, mert nagyon szép, finom mintákat lehet vele készíteni. Amikor már úgy érzitek, hogy nem jön belőle kellőképpen a ragasztó, akkor pumpálunk vele, és újra rajzolunk. Ugyanúgy, mint a tégelyes változatnál, ezt is meg kell várnunk, amíg átlátszóra megszárad. A legjobb az, hogyha hagyjátok, hogy magától száradjon meg. Ezt félre is tesszük. Esetleg azt nézzétek meg, hogy milyen vastagon van rajta. Jó. Addig pedig készítsünk bájos
boros poharakat, ilyen aranyos befűttes üveg formájú poharakból, és ehhez pedig ma estére a Kaméleon üvegfestékeket választottam, amiknek gyönyörű, szép színei vannak. Természetesen kéket, zöldet, aranyat fogunk használni, és rendkívül egyszerű a használatuk, a színei csodaszépek. Ezek ilyen leginkább olyan, mintha szatinálva lenne a kis pohárkánk, viszont íves felületeken nagyon szép színjátszó fényei vannak ezeknek a festékeknek, úgyhogy szerintem ez ilyen pikniki és parti pohárnak teljesen jó, akár akkor is, hogyha még egy befőttes üvegből készítitek, szerintem nagyon aranyosak lehetnek, akár kerti partikhoz, vagy piknikekhez. Kék, zöld, és egy pici arany. Először vigyük föl a kéket, természetesen az üvegünk az meg van tisztítva, érdemes alkohollal is letisztítani, mielőtt neki kezdenénk a festésnek. Most az alját azt nem fogom bekenni, és csak foltokba felviszem rá a... Azt kérdezte Bodor Zsuzsi, hogy miben rajzoltál? Az új öntapadó ragasztótolla, Zsuzsi. Ádám Betty pedig azt kérdezte, hogy kell megfordítani a hegyét. Ki kell húzni, és... visszadugni. Így. Így egy ilyen vágott vége van. Ennyi. Szép egyenletesen eloszlatom. Jöjjön hozzá egy kis zöld. Ó, de gyönyörű. Látszik belőle, Nonó, valami? Ezek most nagyon jól látszanak. Ó, de jó. Nekem nagyon tetszenek ezek a kaméleon festékek, én szívesen használom őket, remélem ti is kedvet kaptok hozzájuk. Nagyon-nagyon szép színei vannak. A sárgának is hagyjunk helyet. Mindenki azt írja, hogy nagyon szép minden. Nagyon örülök. Olyan szépek ezek a színek egyébként. Így egybe a piknik szettünk szerintem nagyon mutatós lesz. Gyönyörű ez az arany szín is. Közben nézem a ragasztónkat, hogy szárad a képen. Mécsesekhez is nagyon szép lehet ez a festék, vagy üvegtálakhoz.
egy kicsit a kékkel. Beledolgozok még, hogy szép egybefüggő legyen a felülete. Nagyon jól látszik. Lehet a műanyagra is használni. Ez kimondottan üvegfelületekre van, műanyagra ott van a rengeteg festék, de hogyha esetleg arra gondoltok, hogy az átlátszó akrildíszekre, akkor természetesen rá lehet kenni arra is. Nagyon-nagyon szép színei vannak. Száradás után egy kis szallaggal díszítjük, egy klassz környezetbarát papírszívószál, egy-két citromkarika, mondjuk ez boros pohár, abban nem kell citromkarika, nem limonádi, de mondjuk, hogyha pezsgőztök, akkor egy pár szem epret vagy málnát dobhattok bele. A bor nem tudom milyen lehet, eperrel vagy málnával, vagy egy kis cseresznyével, az még most szezonális. Ezt addig félreteszem. Még nincsen teljesen megszáradva. De már van, ahol átlátszó, úgyhogy jönjön a füstfólia pehely. Én a füstfólia pehelyből ezt a arany-rész kombinációt választottam, mert én nagyon szeretem a rózsa-arany színeket, és úgy gondoltam, hogy ez egy picit arra hasonlít. Ahol úgy látom, hogy átlátszóra száradt a ragasztó, oda felviszem a füstfólia pelyhet, és amint látjátok, csak ezekbe az icipici mintákba ragad bele. Szerintem ezt nagyon-nagyon fogjátok szeretni, ugyanis dobozdíszítéshez, vagy rizspapír, vagy szalvéta minták kiemelésére nagyon-nagyon mutatós lesz, feliratkészítéshez. Szerintem ezer is egy felhasználási módját fogjátok megtalálni ezeknek az új nyári termékeknek. Szerintem itt is megszáradt. Akár modern stílusban szerettek alkotni, akár a klasszikus, vagy egy picit a barokkos túldíszített otthon dekorációkat szeretitek, szerintem ez a ragasztótól mindenkinek nagyon fog tetszeni.
Remélem, hogy minden levelet átrajzoltam. Nagyon fontos, hogy megvárjátok, amíg teljesen megszárad a felület, akár festettétek, akár lakkoztátok, mert hogyha nem várjátok meg, akkor például a füstfóliapehe is, a bársonypor is nem csak a ragasztóba ragad bele, hanem az egész felületbe. A felesleget ugyanúgy, mint eddig egy ecsettel lesöpröm. Ha ezt egy tiszta papír fölött csináljátok, akkor a maradékot visszatehetitek a tégelybe, és száradás után pedig akár egy oldószeres lakkal, akár egy púringlak réteggel át lehet kenni az egész felületet. És így a füstfólia nem fog oxidálódni. A bársonyport ne lakkozzátok le. Ha pedig dekorfóliákat használtok, azt csak vizes bázisú lakkal lehet lekenni. A maradékot visszateszem a dobozkába. Van valami kérdésetek esetleg? Mikortól lehet beszerezni az új tollakat? Már a Pentart viszonteladóknak a boltjaiban megtaláljátok az új transfertollat és az új öntapadó ragasztótollat, akár webshopok, akár rendes boltok, ugyanis szerintem a boltokban kedtől kapható. Hétfőn volt a hivatalos bemutató, kedtől kaphatóak. Úgyhogy megtaláljátok a nyári újdonságokat a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladók listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon. Ezt a díszítést a doboznak a tetejére szántam, de mivel a doboz teteje még nem száradt meg, ezért mutattam meg nektek ezen a falapon. Remélem, hogy kedvet kaptatok a kipróbálásához. Szerintem nagyon-nagyon fogjátok szeretni, és bízom is benne, hogy akár a transfertollat szívesen használjátok, akár az öntapadó ragasztótollat szívesen fogjátok használni. Nagyon könnyen használhatóak, és nagyon egyszerű velük dolgozni. És akkor játszunk! Ez még nem száradt meg. Aki szeretne ma este játszani, az is Pentart ajándékcsomagot nyerni, az nyomjon egy egyest. Óvatosan rákotok addig egy masnit a amíg jönnek az egyesek, és akkor mindjárt Nonónak mondom, hogy húzzon egy szerencsést. Nonó, húz egy kedves szerencsést. Hetes. Aki hetedikként küldött egy egyes számot, vele játszunk ma este először. Ki lesz vajon a szerencsés hetes? Molnár Anikő. Kedves Anikő, örülök, hogy itt vagy. Hozzád szól elsőként a mai kérdés, úgyhogy figyelj nagyon. Most Anikőtől kérdezem meg először a ma esti játékkérdést, hogyha Anikő nem tudná a választ és egy paszt ír hozzászólásban, akkor újabb sorszámot húzunk, és valaki újabb kedves Pentart alkotónak adatik meg a lehetőség, hogy Pentart ajándékcsomagot nyerjen. Kedves Anikő, a kérdésed a következő. Melyik a kakukktojás? A. Matta akrilfesték, B. Metál akrilfesték, C. Kameleon akrilfesték, vagy D. Gyöngyház akrilfesték.
Vajon melyik a kakukk tojás? A. Mattakrilfesték, B. Metálakrilfesték, C. Kaméleonakrilfesték, vagy D. Gyöngyházakrilfesték. Enikőtől várjuk a választ. A. Sajnos nem az A volt a helyes válasz, úgyhogy sajnos Enikő nem válaszoltál helyesen, ezért egy újabb sorszámot húznunk. Harmad. Aki harmadikként küldte az egyest, tőle kérdezzük meg újra. Tolnai Magdolna. Kedves Magdi, hozzád szól a kérdés, reméljük itt vagy, és hallod. Melyik a kakukk tojás? A. Mattakrilfesték, B. Metálakrilfesték, C. Kaméleonakrilfesték, D. Gyöngyházakrilfesték. Holzer úr szerint melyik a kakukk tojás? A, B, C vagy D? Várjuk a helyes válaszodat, kedves Magdi. Ha esetleg nem tudnád, akkor passzolj egyet. Na, reméljük itt van Magdi velünk. Szi, szuper! Nagyon ügyes vagy, Magdi. A helyes válasz Holzer úr mai kérdésére a C volt, azaz a kaméleon akrilfestékek voltak a kakukk tojások, hiszen csak ezek adnak kettős színárnyalatot. Szívből gratulálunk, kedves Magdi, légy szíves, küldd el a Pentart Facebook oldalára a nevedet, címedet, e-mail címedet, telefonszámodat, írd meg, hogy ma este a Pentart élő közvetítésben te voltál a szerencsés nyertes, és köszönjük, hogy ma este is néztél minket. És mindenkinek köszönjük, aki ma este nézett minket. Jövő héten csütörtökön is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel, és egy nagyon szép alkotást fogunk a jövő héten is készíteni, amihez szintén az újdonságokat fogjuk felhasználni. Nagyon szép türkizes árnyalatokban készítünk majd otthon dekorációt, úgyhogy várunk benneteket jövő hét csütörtökön is nagy-nagy szeretettel, és hát remélem, hogy a csodás habcsók színvilágú piknikszettünket sokan elkészítitek, akár egészében, akár részeiben, vagy csak bizonyos alapanyagok felhasználásához kaptatok kedvet ezzel a három részes minisorozattal. A felhasznált alapanyagokat megtaláljátok a Pentart viszonteladóinál, a Pentart viszonteladók listáját pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon, itt pedig a viszonteladó kategóriára kattintsatok. Mindenkinek csodaszép estét, alkotással teli hétvégét és jövő hetet, az alkotásaitokat pedig nagy szeretettel várjuk a Pentart Dekor csoportba. Mindenkinek csodaszép estét, szerezzétek be az újdonságokat! Sziasztok!